Rozványi Dávid, Petőfi bableves, Az öreg jókai című írás a Török Tünde hangján. Lassan beköszönt az ősz, nézett végig az író svábhegyi kertjén. Megédesedik lassan a szőlő, a nyár borrá érik a szemekben. Lassan illenék nekem is megkomolyodnom, gondolta, de szemének huncut csillogása ellentmondott az elmúlásnak. Igen, mielőtt útra kelnék, rendelkeznem kell a szüretről is, határozta el. Ideje lenne elkészíteni a bodros kék káposztát, ahogy anyámtól estevel, disznóorral, gesztenyével, mézzel gazdagítva. Ez már annyira hozzátartozik a szüreteléshez, mint a préshordó vagy a most. Igen. Az ember 77 évesen már szívesebben gyújt tüzet a konyhában, mintsem a Vénusz oltárán, kanyarodtak vissza gondolatai a házhoz, ahol ifjú felesége Bella várja. Hányan támadták ifjú arája miatt? Pedig a szerelemnek még a bolondsága is nagyobb bölcsesség, mint a filozófusok tudománya. Azt hitték, öregkori szellemgyengeség, hogy majd fél évszázaddal fiatalabb leány kezét fogta kezébe. Pedig új erőt kapott a szerelemben, új lendülettel tudott írni, új erővel. A közvélemény piedesztájáról szórt átkok nem érdekelték, hiszen egykor, mikor Rózát feleségül vette, a barátai akkor is ellene fordultak. Színésznő, idősebb nála is, még egy természetes gyermeke is volt. Most ugyanígy ítélkeznek felette. Akkor az volt a baj, hogy a mennyasszony idősebb nála. Most meg azért vetik meg, mert fiatalabb. Mégis voltak, akik kiálltak mellettük. A kevesek hűsége, akiktől szerelmük jelképeként egy fát kaptak, amit azóta csak jókai fenyőként emlegetnek. Szeretettel nézett a kertben álló fára. Igen, ez a szerelmük. Nem büszkén tör az ég felé, kicsit elhajlik a vége, de életerőtől duzzad. Bolond világ nem érti meg a szerelem bolondságát. Boldogok voltak Rózával, míg meg nem halt a csodálatos nő. És most újra boldog, mert a boldogság aranyalmáját Bella ezüsttálcájába helyezi. Szabad ember voltam, azt tehettem, amit akarok. A gyönyörűségek vásárján válogathattam mindabban, ami drága és jó. Hiszen bizony nem kell az embernek Párizsig utazni, ha villanyfürdőt akar venni az élvezetek mámorából, megtalálja azt Budapesten is. Csak hogy engemet már mindez nem ingerelt. Úgy voltam az egész mondva mosolygó tündérvilággal, mint az iszákos az itallal, akit a bor nem részegít többé, csak az erős szesz, az abszint vagy a muhomor, amit légyülő galócából pároltat le az állami egyedárúság Szibériában. Nekem a paradicsom muhomorja kellett. Öreg ember, nem vén ember. Lassan lépkedett felfelé. Minden szép. A szőlő érik, egy nemzet ünnepli, ifjú arája szereti. Még a császár és király is, aki ellen egykor forradalmárként harcolt, főrendi házi taggá nevezte ki. Őt a vén rebellist. Mi kell még? Minden nagyon szép. Minden nagyon jó, ahogy Ferenc József mondaná. Minden nagyon szép, csak az út. Kolozsvár, Erdély. És mindezek fölött egy árnyék Petőfié. A költő, akivel egykor együtt volt fiatal, akivel harcos álmai egyek voltak. Az árny arc, akivel félt szembenézni.
A tükörkép, amiben egykori önmagát láthatná meg. Petőfi, aki Erdélyben halt meg, aki utolsó március 15-éjét pont Kolozsvárot töltötte, egyedül, magányosan majd elfeledve. Eszébe jutott, mikor látta utoljára. Budavár visszavétele után egy díszlakomán. Akkor a poharát emelte azokért, akik ezután adják az életük a hazáért. Petőfi fáradt mosolyjal válaszolt. Köszönöm, hogy értem és itt áll. Lakoma. Már akkor is milyen szerepe volt az étkezésnek a magyar nép és az ő életében. Lakomák, estélyek, bordalok, mintha a magyar lélek csak a gyomron keresztül tudna kiteljesedni. Ezért ír annyit az asztal örömeiről, mert abban a szeretetben, ahogy az asszonyok főznek, benne van, ahogy a magyarok az életet szeretik. Az életet, ami soha nem volt olyan gazdag és bőséges, mint most a századfordulón. Hozzávalók. 40 dekagram nagyszemű tarkabab. 15-15 dekagram tisztított sárgarépa és gyökér. 10 dekagram tisztított zeller. 1 darab papírlevél, 50 dekagram sertéscsülök, 50 dekagram debreceni kolbász, 2 liter csontlé, 10 dekagram zsír, 10 dekagram liszt, egy közepes felaprózott vörös hagyma és 2 gereszt fokhagyma, petrezselyem zöld, só, kalocsai fűszer, paprika, ízlés szerint tejföl, ecet. Elkészítés. Az előző nap beáztatott száraz babot lecsurgatjuk, átmossuk, és a csontlében feltesszük főni. Beletesszük a füstölcsülköt, a felkarikázott kolbászt, ezt 10 perc után kimerjük, félretesszük, és a babérlevelet. Amikor a bab puhulni kezd, hozzáadjuk a kockára vágott zöldségeket. Lassú tűzön, egyenletes forrással főzzük. Ha a csülök megpuhult, kivesszük a levesből, kicsontozzuk, kockára vágjuk. A levest világos barna, a hagymával, paprikával, fokhagymával ízesített fűszeres rántással besűrítjük. Ha szükséges, utána sózzuk. A felaprított csülköt és a kolbászt a forrásban levő bableveshez adjuk. Forrón tálaljuk apróra vágott petrezselyemmel, tejföllel, pici ecettel ízesítve. Kínálhatjuk házilag készült csipetkével. Jókai bableves, Szakán László rekonstrukciója. Indulni kell. Bella összecsomagol, holnap útra kelnek. Ilyen időskorban minden út az utolsó lehet. Talán számot kellene vetnie neki is az életével. Nincs 10 éve, hogy Kossuthot ragyogó szavakkal temették újra. Az országgyűlés nevében ő búcsúztatta. Révpartot ért a gálya, világkörüli utat tett a kormányzóval. Már lassan felért a házhoz, visszanézett a kertre. Színes szőlőlevelek tarkálottak szerte szét. Miért ősszel a legtarkább a természet? Kérdezte magától, mind az ő élete is. Jólét, elismertség, a nemzet nagy mesélője, tarka, mint ősszel a szőlő bodor levele, de a színek csak a közelgő elmúlást öltöztették díszbe. Vajon az ő sírjánál is olyan ragyogó szavakat mondanak majd, mint Kossuthén? Kossuth temetésén kötelező könnyekkel sírt a sok díszruhás fő magyar, miközben reménykedtek, hogy a kormányzó elnökkel a lázadás, a revolúció szelleme is sírba száll. Már semmi sem zavarja a konjunktúrát, a jövedelmező üzletmenetet. Mégis. Petőfi még temetetlen. Az ő szellemét nem lehet elfojtani, őt nem lehet sírba helyezni. Az ő teteme fölé nem lehet malomkövet görgetni.
Valamikor azon a bizonyos március 15-én együtt olvasták fel a 12 pontot, vitték győzelemre a revolúciót, de néhány hónappal utána egy szerencsétlen versen összekülönböztek. Petőfi lángja mindenkit fel akart égetni, ő a megbékélést kereste. Petőfi halott, ő él. És ő a Petőfi Társaság elnöke, hogy ébren tartsa a lángoló poéta életművét. Mégis néha elgondolkozott, hogy miképpen őrzője ő ennek. Börtönőr vagy koronaőr? Talán most ez az út segít megtalálni a választ. Talán ha ő is végigjárja azt az utat, amit Petőfi egykoron meg tud békélni. Talán jön egy új kor, amiről álmodott, amikor a magyarságban minden ellentét megszűnik, amikor megbékél minden párt, minden telekezet. Ez igazolhatná őt Petőfivel szemben. Egy kor, amikor az osztrák és a magyar, az őspogány és a keresztény egyé válik. Valamikor erről álmodott, amikor a jövő század regényét írta.